Hiába a figyelmeztetés, valószínűleg idén karácsonykor is sokan vásárolnak élő állatot, jellemzően kutyát vagy cicát ajándékba. Az új jövevény iránti kezdeti lelkesedés azonban a tapasztalatok szerint az ünnepek után hamar alább hagy. Végül szegény állat vagy egy menhelyen, vagy rosszabb esetben az utcán végzi, ahol étlen szomjan a hidegben túlélési esélyei a minimálisra csökkennek. Az állatvédők arra hívják fel a figyelmet, hogy bármennyire is romantikus és felemelő a gondolat, hogy egy kis négylábú élőlényt ajándékozzunk szeretteinknek, mégis próbáljuk ezt a kérdést racionálisan átgondolni. Határozottan nem javasoljuk, hogy kizárólag karácsony ajándékként vegyék meg a kiskutyákat ugye a gyerekeknek, illetve a családtagoknak, hiszen azt tudni kell, hogy bármilyen kiskutyában, kismacskában gondolkodunk, 15-16 évre szóló felelősség is lehet. Egy kiskutya vagy kis cica érkezése a házhoz megváltoztatja az egész család életét, hiszen egy kisállat rengeteg gondoskodást és figyelmet igényel, különösen élete első pár hónapjában. A koránkelés, a rendszeres sétával járó kötöttség, a szobatisztaság hiányával járó kellemetlenségek mind együtt járnak négylábú barátunk tartásával. Ugye ismerjük a gyerekeket, nagyon édesek, nagyon cukik, és nagyon szuper ötletnek tartjuk, hogyha egy kiskutya együtt nő fel egy gyerekkel. Viszont az is tény, hogy karácsony ajándékként vásárolt kutya sajnos sokszor a menhelyen végzi, illetve az utcán, hiszen egy gyerkőc nagyon gyorsan ráun ugye az újdonság varázsára, és a szülőnek tisztában kell lennie azzal, hogy gyakorlatilag hiába a gyereknek veszi ezt ajándékba, de mégiscsak az ő felelőssége fog maradni. Amennyiben alaposan megfontoltuk, és mégis amellett döntünk, hogy kutyus vagy cicus lesz a fa alatt, ne feledjük tehát, hogy a befogadott kedvenc nem csupán egy 3 napra szóló csoda, hanem gazdájaként a mi feladatunk, hogy egészséges és teljes életet biztosítsunk számára.